Köszöntöm a kedves nézőket, a Future of Debrecen TV adását látják. Szerencsés egybeesés, hogy aktuális adásunk éppen a vízvilágnapján van, ezért a műsor nagyobb részében ezzel a témával foglalkozunk. A vízvilágnapját 1993 óta minden évben megtartják. A célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a tiszta víz fontosságára és az édesvíz készletek veszélyeztetettségére. Az ENSZ friss felmérése szerint ma a világon 6 emberből egynek nem jut tiszta víz. Ezért fontos, hogy vigyázzunk a meglévő készletekre. A következő riportban azt mutatjuk meg, hogyan jut el a felszín alatti rétegvíz a debreceni háztartásokba. Öntsük tiszta vizet a pohárba. Egy ilyen egyszerű mozdulat mögött nagyon sok energia és munkaigényes folyamat van. Ebbe kapunk most betekintést Górján Ferenctől, a Debreceni Vízmű ZRT vezérigazgatójától. Itt vagyunk a vízellátás első állomásán, de hol is vagyunk és mi is történik itt? Debrecenben vagyunk, Benczúr Gyula utcán található 2-es számú vízműtelepnek a 3-as számú kútjánál. Debrecenben egyébként 3 vízműtelep található, az 1-es, a 2-es és a 4-es számú telep. Összesen 98 darab ilyen kút van a városban, ami biztosítja a vízellátást. Mellette még vásárolunk biztonság kedvéért felszíni vízbázisból származó vizet is, de a leglényegesebbek ezek a felszín alatti vízbázisok. Jelenleg, ahol vagyunk, ahogy mondtam is, a Nagy Erdőn, ez a 3-as számú kút. Gyakorlatilag ezek a kutak, ezek 80-177 méter mélységben találhatók, a legmélyebb az 200 méter mélységben található, jó minőségű rétegvizet termelünk ki innen. Azt kell tudni ezekről a rétegvizekről, hogy ezek 8000-10000 éves vizek. Ez azt jelenti, hogy a 8000-10000 évvel ezelőtt lehullott csapadék szivárgott le ilyen mélységbe, és mi azt termeljük ki, tehát ez egy nagyon-nagyon jó minőségű víz. A nyírség irányából érkeznek ezek a felszín alatti vízáramlások, és a vízbeszerzés első fázisai ezek a kutak. Értelemszerűen szivattyúval termeljük ki a vízmennyiséget. Ahol vagyunk, az egy közvetlen vízbázis, jól látható, hogy körbe van védve kerítéssel. Ennek a vagyonvédelmen túl van egy másik fontos szerepe, és az pedig maga a konkrét vízbázisnak is a védelme, hiszen ezek stratégiai fontosságú létesítmények. Ezen kívül van még hidrogeológiai védővezet is, ami azt mutatja meg, hogy az adott esetben egyfajta szennyezés az mennyiről térje el az adott kutat. Így a termelő kutak mellett üzemeltetünk úgynevezett monitoring kutakat is, amiknek az a feladata, hogy bizonyos távolságokra és kritikus pontokon elhelyezve az adott kúttól, az adott forrástól, mérve azoknak rendszeresen a vízminőségét, előre láthassuk, még mielőtt a kúthoz érkezne bármiféle szennyezés, azt, hogy mire kell felkészülnünk. Szerencsére kútjaink biztonságban vannak, erre nem igazán volt még szükség, de rendszeresen figyeljük. Tehát ezekből a kutakból történő víz termelés az első lépése a városi vízellátásnak. Megérkeztünk az úgynevezett szűrőterembe. A kutakból kitermelt nyersvíznek a tisztítása itt történik meg. Itt válik élelmiszerré az, aminek élelmiszerré kell várni, az itt lesz a nyersvízből ivóvíz. Gyakorlatilag, hogy mondtam, kint a kutaknál, ott is az történik, hogy a vízben lévő metángáz, az oldott állapotban lévő vas, mangán és ammónium eltávolítása történik, úgynevezett gyors szűrős technológiával. Itt, amiket láthatunk, az 16 darab, tehát egyenként 30 köbméteres szűrőtartály, amiben különböző átmérőjű kavicsok találhatóak. Felülről történik a nyersvíznek a bevezetése, és levegőt adunk, mint oxidálószert. A levegő hatására a gázok is el tudnak távolodni, de beindul az oxidációs folyamat, ami azt jelenti, hogy a vízben lévő oldott állapotban található vas és mangán szilárd állapotba kerül, ezáltal már tudjuk szűrni. Áthalad ezt követően a víz a szűrőkön, és innen megy a következő lépcsőbe a fertőtlenítésre. A szűrőházból a víz útját követve megérkezünk a 2x5000 köbméteres ivóvíztároló medencéhez, és nem győzöm hangsúlyozni, az ivóvíz élelmiszernek minősül, ezért kötelező fertőtlenítést is végre kell hajtanunk. A fertőtlenítés az egy nagyon veszélyes üzem, ez látható a fertőtlenítő helység bejáratán lévő tábláknál, és ugye, hogy légzésvédő használata kötelező,
mindenfajta biztonsági berendezések és riasztóberendezések is találhatók. A fertőtlenítést az klórgáz adagolással hajtjuk végre. A klórgáz ugye egy nagyon veszélyes gáz, viszont a leghatékonyabb fertőtlenítőszer, de nem kell megijedni, csak annyit adagolunk hozzá, amennyi szükséges, ez számszerűen kifejezve 0,3 mg-ot jelent literenként. Erre azért van szükség, mert Debrecennek van 1000 km hosszú ivóvízhálózata, bárhol bármilyen szennyeződés bekerül ebbe az elvileg zárt rendszerbe, akkor a víznek mindig legyen az a minimális fertőtlenítőszer tartalma, ami tudja semlegesíteni ezeket az esetlegesen bekerülő szennyeződéseket. Egészségre nem ártalmas mennyiségben található ez a vízben, viszont nagyon fontos. Megérkeztünk a 2500 köbméteres medencének az árkamrájába. Egyik oldalon az egyik 5000 köbméteres medence, másik oldalon a másik 5000 köbméteres medence található. A lent látható csővezetékeken keresztül áramlik be a szűrt, tehát technológiailag kezelt és fertőtlenített vízmennyiség. Ezek a medencék úgy vannak kialakítva, hogy ilyen labirintusszerű, úgynevezett terelő falakon keresztül áramlik a víz, mert vízbiztonsági szempontból az is nagyon fontos és érdekes, és kevesen tudják, hogy itt maximum egy napot tartózkodhat az ivóvíz, és nem állhat meg, tehát nem lehet pangóvíz folyamatosan áramolnia kell. A két belső csővezetéken keresztül megy be a medencébe a víz, és a másik oldalon a két szélsőn pedig jön ki, ahol a következő állomás az pedig a nyomásfokozó szivattyúgépház lesz, ahonnan a városba juttatjuk a vizet. Az előbb voltunk a 2500 köbméteres ivóvíztároló medencénél, ahonnan meséltem, hogy ide érkezik meg a víz, ahonnan kitoljuk a városba. Itt található az úgynevezett nyomásfokozó gépház, aminek az a feladat, hogy a kitermelt, megtisztított, fertőtlenített vizet a hálózatba juttassuk a mindenkori vízigényeknek megfelelően. De mindenkori vízigényeket a napi 24 órában biztosítani tudjuk, szivattyúkkal tudjuk ezt a feladatot ellátni. 5 darab szivattyút láthat, mindig annyi működik, amennyi a vízigényeknek megfelelően szükséges. Jelenleg éppen olyan 500-600 köbméterrel megyünk ki óránként. Ez azt jelenti, hogy Debrecen város aktuális vízigénye most a beszélgetésünk közben 500-600 köbméter óránként. Csúcsidőszakban ezekkel a gépekkel 1200 köbmétert is ki tudunk tolni óránként a városba. Ez egy nagyon lényeges, nagyon fontos helység. Ha ezek a berendezések nem működnek megfelelően, akkor nincs víz a városba. Innen kerül ki a kerítésen kívülre a jó minőségű tisztított ivóvíz. Milyen méretekről is beszélünk, gyere, nézd meg közelebbről! Ez az a helység, ahol a kollégák az év 365 napján napi 24 órában gondoskodnak arról, hogy ez a szolgáltatás folyamatos legyen, a megfelelő minőség, mennyiség, nyomás és folyamatosság garantálva legyen. Az egyik legfontosabb munkakör a vízmű életében. Gyakorlatilag mindent, amin a helyszínen végigmentünk, azt meg tudjuk nézni. Nézzük meg például egy kutat konkrétan. Látjuk a kútnak az adatlapjait, látjuk a vízszolgáltatási adatokat, a méréshatárokat, a hibahatárokat, a felépítést, tehát minden lényeges információt látunk, ami szükséges. Itt például láthatjuk, hogy ezen a kúton jelenleg 68 köbméter megy ki óránként. Erről tudunk egy grafikont is nézni. Itt láthatjuk, hogy ez hogy alakult, tehát mindennek a monitorozása lehetséges. Megérkeztünk a laboratóriumba, ami azért nagyon fontos, mert bár a technológiának nem része közvetlenül, viszont a laboratórium az a szerv, ami egy független minőségirányítási tevékenységet végez. Mindig mondtuk, hogy az ivóvíz élelmiszer, szennyvíz technológia tekintetében pedig a környezetet védjük vele leginkább. Itt történnek azok a vizsgálatok, a vízbázisból való vízkitermelésen keresztül a technológia eleje, technológiai közepe, vége, tárolás, szivattyúzás, hálózatról való vízkivétel, ahol ellenőrzik azt, hogy ez az élelmiszer, ez tényleg élelmiszere. Itt vagyunk a debreceni víztoronynál, de mi is a funkciója? Debreceni víztorony, mint minden más víztorony, funkciója a fogyasztás és a szivattyúzás közötti különbségnek a kiegyenlítése. Ez azt jelenti, hogy amit láttuk a korábban is bent az üzemirányító központban, hogy a fogyasztás az nagyon hektikus, a szivattyúzás az viszont egy időben állandó történet, és előfordulhatnak olyan esetek, amikor sokkal nagyobb a fogyasztás, a vízfelhasználás, mint amennyit szivattyúkkal ki tudunk nyomni a hálózatba. Ekkor a víztorony ürül, és az így szükséges többlet vízmennyiség a víztoronyból kerül kielégítésre. Ha viszont fordított helyzet van, hogy többet nyomunk ki szivattyúval a hálózatba, a fogyasztás pedig kevesebb, akkor a felesleg az pedig felmegy a víztoronyba, tehát a víztorony töltődik. Ezáltal kiegyenlítődik
a fogyasztás és a szivattyúzás közötti különbség. Arról nem beszélve, hogy ez teremt egy nyomás egyensúlyt is, hiszen a víz magassági helyzetéből adódóan biztosítjuk a közelállandó víznyomást. Nézzük meg belülről és fentről! Vízellátási tevékenység szerves része a vízgazdálkodásnak. A modern vízgazdálkodás feladata az, hogy összhangba hozza a társadalmi igényeket, azaz a lakosság vízzel való ellátását, az iparvízzel való ellátását, a természeti kincsekkel való fenntartható gazdálkodással. Láthattuk, hogy mi a vízkészlet, és láthatjuk a városból, hogy mik az igények. Ezeket egyensúlyba kell hozni úgy, hogy megmaradjon még nagyon sokáig, hiszen a víz kincs, érték, vigyáznunk erre. A tiszta víz, az ivóvíz fontosságáról beszélni ma fontosabb, mint valaha, hiszen a klímaváltozás miatt kevesebb a csapadék, az aszályos napok száma viszont nő. Egy másik megdöbbentő statisztika szerint a vízhiányos országok lakossága az ezredfordulós közel 500 milliárdról 2025-re 3 milliárdra nőhet. Hogyan óvjuk meglévő vízkészletünket, és hogyan lehet hatékonyabbá tenni a víz újrafelhasználását? Többek között erről beszélgetünk Gorján Ferenccel, a Debreceni Vízműzérté vezérigazgatójával. Jó estét kívánok, köszöntöm estét, a stúdióban. Na hát ma van ugye a vízvilágnapja. Mondani valója talán sokkal fontosabb ma, mint valaha. Mi is a legfontosabb célja, mi az üzenete? Ez egy ENSZ által alapított világnap, aminek minden évben van egy jelszava is. Az idei év jelszava az nagyon aktuális. Egyébként minden év jelszava nagyon aktuális. Az idei év jelszava úgy szól, hogy láthatóvá tenni a láthatatlant, és a felszín alatti vizekre irányítja rá a figyelmet. Ugye a felkonferálásban is elhangzott, hogy egyre több az aszály, máshol pedig egyre több az ivatar. Ez azért van, mert a víz körforgásban van a természetben, és tulajdonképpen lehulló csapadékból pár dolog történik. Az egyik az, hogy tározódik, ahonnan nem tud lefolyni, egy része elpárolog, egy része beszivárog a talajba, és az utolsó rész az pedig lefolyik. Ez lesz a csapadékból. És ezek az arányok változnak meg a klímaváltozás hatására, azaz kevésbé lesznek valahol esős időszakok, ott aszályok keletkeznek, máshol pedig nagy intenzitású és nagy mennyiségű csapadékok hullanak, ami pedig árvizeket okoznak. Tehát a földön a vízmennyiség az kvázi állandó, csak az előfordulási formájuk az, ami nagyon változik, és ez a civilizációnak rossz ilyen szempontból, hiszen ellehetetleníti az életet. Sokan ugye a felszín alatti vizek fontosságával nincsenek is teljesen tisztában, de miért is kell ezzel foglalkoznunk, és az egyes ember mit tehet ennek érdekében? A felszín alatti vizek alkotják az ivóvízre szánt vízbázisoknak a jelentős részét. Akár közüzemi csapvizes vízellátásról beszélünk, akár ásványvizekről. Mindegyik a felszín alól származik, a többség. Vannak felszín alatti vizek is, de a felszín alattiak azok a mérvadóak. A növényzet az a talajvíz, használja fel, az is egy felszín alatti víz. Mi, mint vízmű, rétegvizeket használunk. Debrecen esetében 80-200 méter mély kutakból termelünk ki 8000 kötőjel 10000 éves vizeket. Tehát nagyon, nagyon régi, nagyon jó minőségű vizeket. Ezek képezik a vízbázis, a vízellátásnak az alapjait. Nagyon fontos az utánpótlódási idő, hiszen nem vehetünk ki több vizet, mint amennyi az utánpótlódás. A klímaváltozás hatására, ahogy beszéltem, hogy a víz körforgásának, a víz mérlegnek az elemei is megváltoznak, nem olyan intenzitással, másabb arányba kerülnek a mélységbe is ezek a vízmennyiségek, amik befolyásolják az utánpótlódást. Debrecen jelenleg egyébként még jól áll, hiszen a város átlagos vízigény az 40 ezer köbméter per nap körül van, de a napi utánpótlódás a vízbázisba az jelenleg olyan 70 és 80 ezer köbméter per nap körüli értéket mutat, de ez nem azt jelenti, hogy ez mindig így lesz, erre vigyázni kell. Ennek egyik legfontosabb módja az egyéni vízhasználatoknak is a mellőzése. Nagyon érdekes, hogy mindösszesen amit otthon vízként elhasználnak az emberek, annak ivás céljára mindösszesen 2%-át használják. Nem csak Debrecenben, hanem nagyjából az egész országban, az egész világon, ahol van közműves vízellátás. Az összes többi részét arra használjuk, hogy szennyező anyagokat mossunk le vele, tehát szennyvíz keletkezik belőle, kocsimosás, öntözés, az mondjuk pont nem az lesz, de nem kerül vissza a közcsatornába. Autómosás, mosás, mosogatás, főzés, mi egymásra kerül felhasználásra. A többi, de ivás céljára csak ez a 2%. És sok kicsi sokra megy, ezért mindenhol, ahol lehet, valóban takarékoskodni kell a vízzel. És úgy mi a tapasztalat, mennyire pazarlunk, vagy mit lehet tenni a pazarlás ellen? Klasszikusokat tudok csak én is mondani, hogy fürdés helyett például zuhanyozni, kategóriákkal kevesebb mennyiségű víz folyik el, fogmosáskor ugye zárjuk el a csapot. Ezek mind ilyen unalmasnak tűnő közhelyek, de óriási vízmennyiségeket lehet vele megspórolni, hiszen szivárgású példát szoktam erre mondani, hogy van Debrecen városának 1000 kilométernyi vízhálózata,
és minden csőtörés úgy kezdi, hogy szivárgás lesz előbb-utóbb. És egy darab 4 mm-es lyukon, azt el tudjuk képzelni, hogy milyen kicsi, egy darab 4 mm-es lyukon egy év alatt, normál üzemi nyomáson 4212 köbméter víz tud elszivárogni. Hogyan tudnánk az újrahasznosítást hatékonyabbá tenni? Az újrahasznosítás legfontosabb része az, hogy ne csapadékvíz elvezetés legyen, hanem csapadékvíz gazdálkodás. Pont ezért, mert felborul ez a hidrológiai egyensúly, ez a víz körforgásának az egyensúlya, ezért fontos az, hogy például amikor több víz van, akkor tározzuk be, és aszályosabb időszakokban használjuk föl, legyenek elszivárogtató területek, illetve a közcsatornába se engedjünk be mindent, amit lehetséges, és keressünk olyan technológiákat, hogy az úgynevezett szürke vizet, azaz azt a vizet, ami már nem ivóvíz, de még használható valamire, azért használjuk fel minél nagyobb arányban. Ezzel csökkentjük a környezeti leterheltséget is, és a szennyvíz mennyiségét is, és ha csökken a szennyvíz mennyiség, akkor kevesebb szennyvizet is kell megtisztítani, ezáltal később tisztított szennyvíz kerül ki a természetbe, hogy újra körforgásba legyen. Mi a helyzet az ivóvízzel itt Debrecenben? Ugye az ivóvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, mégis sokan zsugorszámra viszik haza az ásványvizet. Van erre szükség Debrecenben? Milyen minőségű az ivóvíz? A Debrecenben az ivóvíz nagyon jó minőségű, kiváló minőségű. Én egyébként nagyon szeretem. Már mindig el szoktam mondani, hogy nekem a Balaton északi partján lévő karsztvíz lesz a legfinomabb, de ez ízlés dolga. Minőségét tekintve az országban az ivóvíz az mindenhol megfelel az előírásoknak. Akkor számít valami ivóvíznek, hogyha megfelel bizonyos szabványoknak, hőmérséklet, szín, különböző anyagoknak a tartalma. Illetve az ivóvíz attól másabb, hogy van benne fertőtlenítőszer is, nagyon minimális, ami azért szükséges, hogyha a hálózaton bármiféle meghibásodás van, akkor ez azonnal megszűnjön. Debreceni víz az nagyon kiváló minőségű, és arra kérdésre pedig, hogy zsugorszámra viszik haza, azt én sem értem, és most nem a vezérigazgató szól belőlem, hanem a mérnök. Az egész vízellátó rendszer úgy van megtervezve, hogy ezt a vízminőséget a vízbázistól, azaz a kitermeléstől, a fogyasztó, a felhasználó csapjáig tudjuk garantálni. És csak egy példa, az ásványvizek általában átlátszó üvegben vannak. Nem véletlen, hogy például a debreceni 3000 köbméteres víztorony, és általában a víztornyok, víztárlók zártak, hogy ne érje őket fény. Úgy kell kialakítani az üzemirányítást, hogy maximum egy napot tartózkodjon például a toronyban a víz, és ott is folyamatosan áramoljon. Folyamatosan áramolnia kell, nem érheti napfény, és mellette naponta vannak laborvizsgálatok mindenhol. Az ásványvíz az meg ki tudja, milyen hosszú ideig áll a boltokban, és természetesen még semmi sem bizonyított, de nem tudhatjuk ezeknek az élettani hatásait. Arról nem is beszélve, hogy a csapvíz az házhoz megy, sokkal környezetbarátabb ilyen tekintetben, mint az, hogy akár rendes üvegben, akár műanyag palackban ásványvizet vásárolunk. Arról meg már nem is beszélek, mert az nem a zöld műsor része, hanem inkább gazdasági, hogy ha 1000 forint egy köbméter víz mindennel együtt, akkor ugye tudjuk, hogy egy köbméter 1000 liter, egy köbméter 1000 forint, akkor egy liter 1 forint. Beszéljünk egy kicsit a szennyeződésekről, vannak különböző darabos szennyeződések, ugye amelyek üzemzavart okozhatnak, illetve mondjuk már el, hogy mi az, amit semmiképpen ne engedjünk le a lefolyóba, illetve szigorúan tilos beleönteni például. A világsláger az a nedves törlőkendő. Azt kell tudni ezekről a műanyag alapú szennyeződésekről, hogy ezek úgynevezett szálas anyagokat képeznek, amik egyrészt már a csatornahálózatban problémát okoznak, hiszen pont azért, mert erős az anyaguk, nem tudnak lebomlani, és az átemelő szivattyúinkra is feltekeredve azok működését lehetetlenítik el. Ha nem működik az átemelő szivattyú, akkor a szennyvíz gyűlik, és egyszer csak kijönt akár egy óvodánál, akár egy parkban, vagy ahol éppen az átemelő elhelyezkedik, az pedig közegészségügyi kockázat. Másrészt a szennyvíz tisztításról, és bocsánat, hogy ilyen bugyután beszélek róla, tulajdonképpen az olyan, mint egy állatkert. A szennyvízet úgy tisztítjuk meg, hogy vannak úgynevezett jó baktériumok, amiknek ez a szennyvíz tulajdonképpen táplálék. Ehhez adunk oxigént, hogy ők jól érezzék magukat, és oxigénnel plusz a szennyvízben lévő tápanyagokat felhasználva ők esznek, szaporodnak, élik világukat. Viszont ha a szennyvízbe kerülnek az ilyen szálas anyagok, az ilyen nem természetes alapú műanyagok, nedves törlőkendők vagy bármi más, az nyilván nem tápanyag, hanem az gyakorlatilag megöli őket, és hogyha nincsenek ezek a baktériumok, akkor olyan a szennyvíztisztító, mintha egy üres úszómedencén engednénk keresztül a vizet, tehát nem tisztul. Vannak olyan nedves törlőkendők, nedves toalettpapírok, amiket elvégre elvileg bele lehet dobni ugye a WC-ben, de úgy tudom, hogy ezek is nehezen bomlanak le. Inkább ezeket se dobjuk akkor bele? Inkább ezeket se. Nagyon dicséretes egyébként, hogy a gyártók már ezt is próbálják figyelembe venni,
és olyan egyre inkább környezetbarátabb üzemeltető szempontjából és környezetvédelmi szempontból is megfelelőbb termékeket próbálnak gyártani, még úgy is, hogy ez nekik többletköltséget jelent. De még nem értük el azt a hatásfokot, hogy szakemberként azt merjen mondani, hogy tessék nyugodtan lehúzni ezeket is a WC-be. Kétségtelen ez a kényelmesebb megoldás, mint külön gyűjteni, de nem helyes. Még néhány gondolatot az étolajról ejtsünk, mert ha jól tudom, Magyarországon a használt étolaj 30%-a a csatornában köt ki. Milyen gondokat, problémákat okozhat, ha a lefolyóba leöntjük az étolajat? A probléma az nagyon súlyos tud lenni, már a hálózaton jelentkezik. Ezek ugye olajos zsírszerű anyagok, amik hőmérséklet csökkenés hatására, illetve tartózkodási idő növekedése miatt lerakódásokat képeznek a hálózaton, és ha lerakódás képződik a hálózaton, akkor abból dugulás lesz, visszaduzzasztás, és megint csak szennyvíz kiöntés. Tehát közegészségügyi kockázatot okoznak, illetve ugyanaz a helyzet, hogy ezek az olajok az élő szervezet hatására a szennyvíztisztító telepen szintén megölik ezeket a baktériumokat. Élővizek tekintetében, hogyha nem a csatornába öntik, hanem akár ki a természetbe, az még rosszabb, hiszen egy liter étolaj 100 köbméter vizet tud elszennyezni, és az nagyon brutális. Ha élővízbe kerül, felszíni vízbe, akkor az oxigén nehezebben jut be a vízbe, a halak, az élővilág pusztul, arról pedig nem is beszélve, hogy a mélységi vízbázisoknál visszakanyarodva a felszín alatti vizekhez, ott is egy idő után, hogyha lejut oda, akkor milyen komoly gondokat okoz. Na hát nagyon fontos, hogy környezettudatosan gondolkozzunk és éljünk, és a kedves nézők most a beszélgetés után egyébként láthatnak is egy rövid összeállítást az étolaj, használt étolaj begyűjtéséről, ha tehetik, nézzék meg azt, és vezérigazgató úrnak pedig köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Újabb lépés Debrecen környezetvédelméért. 40 sütőolajgyűjtő konténert helyeztek ki a város különböző részein, ahová zárt műanyag palackokban vihetik el a lakók a használt sütőolajat, zsíradékot. Egyetlen liter olaj 1 millió liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. Ezért fontos, hogy összegyűjtsük és ne a lefolyóba öntsük. Ma Magyarországon hozzávetőlegesen 25 ezer tonna háztartási sütőolaj keletkezik, és ennek mindössze 2%-át, tehát körülbelül 500 tonnát hasznosítunk újra. Pedig a használt sütőolaj környezeti terhe nagy. Hogyha talajfelszínre kerül, csökkenti annak víz és légáteresztő képességét, ha pedig vízbe juttatjuk, annak minőségét teszi tönkre drasztikusan, ugyanis 1 liter használt sütőolaj 1 millió liter vizet tud beszennyezni. Lefolyóba önteni sem ildomos két okból. Egyik az, hogy a csövek falára tapadva dugulást okozhat, másrészt pedig, ha el is jut a szennyvíztelepig az általunk kiöntött használt sütőolaj, nagy mértékben megnehezíti a szennyvíztisztítók munkáját. A jó hír viszont az, hogy az összegyűjtött használt sütőolaj 100%-ban újrahasznosítható, mivel gázolajhoz keverhetjük, és így biodízel üzemanyagként, adalékként elhasználhatjuk. Ez annyira jó, hogyha 1 liter ilyen olajat összegyűjtünk és hasznosítjuk, akkor körülbelül 90 kilométert takarítunk meg, amit mondjuk autóval megtettünk volna, tehát 90 kilométeren keresztül nem szennyezzük a környezetünket, hogyha ezt az adalékot használjuk a gázolajhoz keverve. Nagyon fontos az, hogy műanyagpalackba tegyük a kihűlt olajat, és azt dobjuk bele ebbe a gyűjtőhelybe. Ami még kiemelendő, és itt mögöttem lévő táblán is látszik, hogy állati eredetű zsírt, növényi eredetű zsírokat, olajokat, például napraforgó olajat, olívaolajat, seavajat, kókuszsírt, teavajt, margarint, ezt mind-mind gyűjthetjük és belerakhatjuk, viszont amit nem szabad beletenni, ásványi eredetű olajok és zsírok, tehát gépzsír és motorolaj. Nagyon sokan vártuk már, hogy Debrecen több pontján kidobhassuk használt sütőolajunkat kultúrált körülmények között, például itt. Vagy itt, esetleg itt is, vagy itt a Vezér utcán, Debrecenben összesen 40 helyszínen.
Magyarországon Debrecen az egyetlen város, ahol ilyen nagy számban helyeztek el sütőolajgyűjtő tartályt. Búvóhely, költőhely és Fióka nevelde is egyben. Újabb kuvikodukat helyezett ki a zöld munkacsoport a napokban Debrecenben. A Szivárvány óvodában és a Gönczi Pál általános iskolában a gyerekek azt is megtudhatták, miért fontos, hogy a bagolyfélék megfelelő rejtőzködő helyet találjanak maguknak télen, illetve a tavasz elején. A természetvédelem egyik bástyája az utánunk jövő generáció, tehát a fiatalság. Ezért most ellátogatunk egy óvodába és egy általános iskolába, ahol közösen a fiatalokkal kuviköltőládákat helyezünk ki. Hát, szervusztok gyerekek, szeretettel köszöntelek titeket. A következő pár percben a baglyokról lesz szó, és hoztam nektek egy mesét, hogy egy kicsit ez a bagoly világ közelebb kerüljön hozzánk, mert hát ugye ők éjszaka mozognak elsősorban, és nem igazán találkozunk velük nappal. Ha lement a mese, utána pedig majd itt a mellettem látható speciális kuvik költő ládát, hát ezt mi így hívjuk, meg fogjuk nézni, és majd teszünk bele egy kis forgácsot, utána pedig kihelyezzük, és hát bízunk abba, hogy a következő pár napban, vagy akár években a kuvikok ide találnak és elfoglalják, és kis kuvikokat fognak nevelni. A sötét ronda, mondta hangosan Hup, nem tudhatod, sötéted és után ki sem dugod a csőröd az odúból. Szerintem le kéne szállnod a földre. Tavaly, majd mi már jártunk itt, akkor helyeztünk ki fecskéknek mesterséges fészkeket, most pedig visszatértünk azért, hogy kuvik költő ládát rakjunk ki. Bejön a bagoly, majd amikor eljut a hálószobába, ott várja forgács, egyfajta kis puha ágy, ugyanis a baglyok nem hordanak fészekaljat, ezért a forgács elhelyezésével egy kicsit kedvezőbbé tehetjük a fészkelésre alkalmas helyet. Március van, tehát a kuvikok nagy része már párba állt, a költést megkezdték, így idénre a kuvik fajvédelmi programunkat berekeztjük, de jövőre folytatjuk. Ez volt a Future of Debrecen TV 6. adása. Legközelebb áprilisban várjuk Önöket újabb érdekességekkel a környezetvédelem világából. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!